Köszönöm szépen a felkérést, miniszter úr, kivitelező képviselete. Szeretettel köszöntöm őket, és köszöntöm mindazokat, akik együtt örülnek itt velünk, hogy elérkezett ez a pillanat. Engedjék meg, hogy időben egy picit visszább lépjek. 2013 ősze, amikor itt a mellettünk már sokadik bővítését végző növényolajgyár, akkor túl volt az úgynevezett próba üzemen, tehát ráállt a rendszer szintű termelésre, és ebben a pillanatban a rendszer szintű termelés megkezdésékor egy ünnepség volt, és miniszterelnök úr is itt volt, hogy gratuláljon ez a Közép-Magyarország egyik legjelentősebb növényolaj sajtoló üzemének a megindulásához. De előtte volt egy szűkebb körű beszélgetés, hiszen itt egy nemzetközi cégről van szó, ennek a nemzetközi cég, nemzetközi fő vezetői is itt voltak, három országból érkeztek, és Magyarország gazdasági stratégiájáról is történt némi szóváltás. És eljutottunk addig a pontig, hogy ennek a növényolajgyárnak egész komoly gondot okoz a termék ideszállítása, majd a késztermék kiszállítása és a mellékterméknek feldolgozás vagy elszállítása. Az ismert alsóbrendű utak állapota és a magyarországi útszerkezet tekintetében, hiszen a túlparton, mint akik sokan tudják, közelségben nincsen autószáda. És akkor a miniszterelnök úr annyit mondott, hogy úgy néz ki, hogy össze kellene kapcsolni az önök igényét, hogy itt legyen egy híd, mert akkor már a nehéz gépjárművek nagyon könnyedén a 6-os vagy az M6-os strádára tudnának érkezni. Ezt az önök gazdaságfejlesztési igényét úgy néz ki, hogy össze kellene kapcsolnunk a paksi építkezéshez majdan felmerülő igényhez, hogy már pedig itt mind logisztikailag, mind a munkaerő oda-vissza áramlása, mind a beszállítás és minden egyéb úgy néz ki, hogy hídért kiállt, tehát ez jó lenne, hogyha egy győztes-győztes helyzet lenne. Nekem, az én fülemnek ez volt az az első pillanat, amikor élesben elkezdhettünk gondolkodni azon, hogy van realitása Kalocsát és Paksot összekötő hídnak, és hogy nem csak az építkezés idejére, hanem mindazoknak az igényeknek a kielégítésére, amelyről miniszter úr itt már az előbb említést tett. A következő bennem élesen élő kép, amikor a paksi bővítésről már jogi értelemben kellett beszélni, a parlament ekkor már jóvá hagyta ezt, de kötelezettség ilyenkor a bizonyos környezetben lévő településekkel közmeghallgatást tartani arról, hogy ők hogyan viszonyulnak, mint helyi lakosok, egy atomerőmű építkezéséhez. Ez azt jelentette, hogy minden településen kezdve, Kalocsával, ahol Lázár János miniszter úrral kezdtük a közmeghallgatást, majd az összes környékbeli legapróbb településen is végigmentünk, ezeken mindegyiken ott voltam, és úgy fogalmaznám meg a lakosoknak a véleményét, hogy mi együtt élünk már azzal, hogy régóta itt mellettünk egy atomerőmű működik, a jelenlegi 4 blokkjával. Minket tulajdonképpen az érdekelne egyedül, hogy lesz-e híd. Ekkor egyre élesebb lett ez, nevezzem így, társadalmi igény is. Tehát nem csak egy gazdaságpolitikai és egy munkaerő logisztikai szervezési, hanem a lakosok általi igény is megjelent. És ez volt az a szinergikus erő végül, amely kikerülhetetlenné tette, hogy a hídépítésről komolyan kell beszélni, és ekkor megindult a kormányzati döntés folyamata, amelynek a következő állomása már a tervező kiválasztása volt. Sajnos ott egy év csúszás megérkezett, de bízok benne, hogy onnantól látva a kivitelezői kiválasztás következtében most a pandémia helyzet miatt akkor csak online munkaterület átadást tudtunk végrehajtani, és köszönve a kormányzatnak a vírushelyzet helyes kezelését, ma már itt vagyunk, és természetesnek vesszük, hogy egy nyílt színű úgynevezett tömegrendezvényen tudjuk ünnepelni azt, hogy itt komoly építkezés visszafordíthatatlanul megindult. Ez persze üzenet mindazoknak a kétkedőknek, akik a 2013-14-es első hír, hogy lehet, hogy van esélyünk, hogy híd épüljön Kalocsa és Paks között, lehet, hogy van esélyünk,
az ellen véleményen lévők, vagy az ellen érdekeltek, én politikus vagyok, mondható politikai kijelentést, szóval akik nem bennünket támogatnak, és inkább a rossznak örülnek jobban, mint a jónak, ők egyfolytában azt sugalmazták, hogy ez csak kampányszöveg, ne higgyetek nekik, ebből nem lesz semmi. Remélem a mai nap rácáfol mindazokra, akik kétkedtek, és mindazoknak erőt ad a hitben, a bizakodásban, akik csak újságolvasóként próbálták kihámozni az igazságot, hogy akkor mi is van itt ezzel a híddal kapcsolatosan. Miközben mi tudtuk, hogy a kormányhatározat, a tervező kiválasztása, a kivitelező kiválasztása, a megindult folyamatok előtt a régészeti feltárás is már olyan jelek voltak, amiben mi, akik a döntéshozói környezetben voltunk, 100%-osan hittünk, és tudtuk, hogy ez meg fog valósulni. Nem részletezem mindazokat a hihetetlen következményeit, amit miniszter úr itt felsorolt. Mondhatnám, talán messzebbre látunk, hogy milyen pozitív következményei lesznek ennek a hídnak, mint a hétköznapi emberek. De higgyék el, állítom, hogy mi magunk sem tudjuk még minden pozitív következményét feltárni, hogy mennyire fogja megváltoztatni pozitív értelemben az itt élőknek, gazdasági szereplőknek, önkormányzatoknak, lakosoknak a hétköznapi életét. Ennek majd el kell tenni egy 5-10 évnek, és akkor derülnek ki még ezek a további előnyök. Ne felejtsük el, hogy itt egy látogatóközpont is épült mögöttünk, én velem szemben. Engem a Duna Arena építése inspirált arra, hogy látva, hogy ott videóra vették a drónok és minden egyéb korok technikájának megfelelő követelménnyel az építkezés folyamát, és egy rövidített kisfilmbe ezt végül közreadták. Szenzációs. És ez motivált engem akkor, amikor a Nemzeti Infrastruktúra ZRT vezetőit, kivitelezők felé mondtam üzeneteket, hogy jó lenne nekünk is egy ilyen, amiben végig tudjuk követni a híd építését. Gondoljunk bele, nagyon sokan élnek úgy Magyarországon, akiknek az egész életükben nem volt lehetőségük arra, hogy részesei, de legalábbis időben vele együtt élői legyenek egy híd építésének. Mi most ilyen szerencsések vagyunk. És talán a látogatóközpont és az így építés közben archivált felvételek egyben tanúsíthatják majd az utókor számára, hogy így épült a mi hídunk. Nekünk ez most talán még eszünkbe se jut, de egy 10-20 év múlva született gyermeknek talán fontos lehet az, hogy is történt ez az egész. Mi most tudjuk, erről beszélünk, de az utókornak ez már történelem lesz. Most ez a történelem velünk él, hála Istennek. Így aztán én sok lehetőséget látok abban, hogy netán szervezett módon diákokat, egyesületeket, lakókat, nem zavarva az építkezést, de mégis mindent bemutatva arról, hogy hol érkezünk le a túlparton, ott milyen bekötések lesznek, amire miniszter úr utalást tett, hogy milyen érdekes, talán innen nézve közelebb kerülünk az atomerőművi építkezés fizikai helyéhez, mint maga Paks városa, amely északabbra van a fizikai építkezés helyétől. Hogy olyan eseményeknek leszünk a részesei, hogy innen Kalocsáról Budapestre a megépülő híd esetén és az M6-os autósztrádát használva egy óra alatt Budapest jelzőtáblájához lehet érni. Hát onnan kérdéses, hogy mennyi idő alatt lehet majd bejutni, ehhez a jelenlegi városvezetésnek kell még sokat dolgozni, hogy az is gyors legyen, ma ez nem így van, de óriási változás fog okozni az itt élők életében, ezt egész biztosan tudjuk. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik hittek ennek a hídnak az építkezésében. Elsősorban természetesen a kormánynak, hiszen erre pénzt, energiát rászánt, és megértette az itt élők igényét, és ő maga is a gazdaság élénkítés fontos eszközének látta, hogy a híd gazdaság élénkítő program is egyben, ebben az időszakban, amit akkor még nem láttunk, hogy pandémia, de most már pontosan tudjuk, hogy mit jelent, hogy az építőipar ilyen robosztus kivitelezésekre is képes. Ez azt jelenti, hogy a vírus helyzet alatt a kormány rendkívül ügyes gazdaságpolitikával életben tartotta a magyar gazdaságot. Nem hullottak el a szereplői, és most, amikor Európában az első között vagyunk a nyitás tekintetében, szinte csak egy ébresztő üzenet kell ezeknek a kis, közép és nagy vállalkozásoknak, hogy újra vissza lehet térni a régi életre,
és szervezzétek azt a munkaerő hátteret, amely a legnagyobb tudást biztosítja nektek, hogy ilyen minőségű építkezésbe belekezdhessetek. Itt nagyon sok térségbeli a Duna bal partjának a polgármesterét látom. Őket külön hadd szeretettel köszöntsem, hiszen az érintettek körében talán ők és az általuk vezetett település lesz az, aki a legnagyobb haszonélvezője lesz. De mondom, nincsenek itt azok a vállalkozások, azok, amik lehet, hogy ma még nem is beszállítói az atomerőmű építkezésnek, akik szereplői lesznek és haszonélvezői lesznek ennek a beruházásnak. És miniszter úr választási körzetében épül egy nagyon komoly atomerőművi blokk. Ő szakemberként volt atomerőművi vezérigazgatóként, órákat tudnak beszélni annak a technikai hátteréről. Most hallhattuk, hogy a gödörnyitás lesz a legnagyobb fizikai művelet. Én magam mezőgazdasági bizottságnak vagyok az elnöke, ezért szakmailag csak annyit tudok mondani, hogy ma reggel kimentem a szőlőmbe, és ott a fürt megnyúlás időszaka van, és hamarosan a szőlő virágzása fog bekövetkezni. Na már csak azért mondtam ezt, hogyha a miniszter úr a szakmai kérdésekre is kitért, akkor én a magam területéről hadd mondjak egy nyilvánvaló nem idevágó szakmai kérdést, de örüljünk ennek is, egy szép időszak előtt vagyunk. Még egyszer köszönet azoknak, akik hittek a híd építkezésében, és köszönet mindazoknak, akik meg is valósítják ezt az álmot. Sok sikert kívánok hozzá nekik. Köszönöm a figyelmüket.